Igazán örülök annak, hogy ma este együtt lehetünk, és tovább tanulmányozhatjuk a mi atyánk imát, azt az imát, amit Jézus Krisztus mondott el először, és amiben a mennyek országának az elveit kapcsolta, ötvözte bele. Ma ennél a kérelemnél vagyunk, pontosabban az ötödik kérelemnél vagyunk, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ha jól emlékszem, tegnap este elmondtam, hogy mára lesz egy házi feladat. A kérdés az úgy hangzott, hogy megtörténhet-e az, hogy amikor imádkozzuk a mi atyánkot, áldás helyett átkot kérünk magunkra. Elkészült a házi feladat? Mi a válasz? Igen vagy nem? Tehát imádkozhatjuk-e mi atyánkot úgy, hogy áldás helyett átkot kérünk magunkra? Megtörténhet-e ez velünk? Igen. A válasz igen. Miért? Mert ha valaki haragban van bárkivel az emberek közül, és ezt a kérelmet, ezt az ötödik kérelmet mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akkor mit mond el Istennek? Istenem, úgy ne bocsásd meg az én vétkeimet, mint hogy én sem vagyok hajlandó megbocsátani a szomszédnak, az ismerésnek, a testvéremnek, férjemnek, feleségemnek, szüleimnek, gyerekeimnek, akárkinek. Kishelyesen több évvel ezelőtt tartottam a Mi Atyánk sorozatot, és két hétig tartott, mert más témaköröket is feldolgoztunk, és egy ismerős családot meglátogattam, ahol a háziasszony így fogadott. Faragó borzasztó nagy problémát csinált maga nekem azzal, amiről a múlt héten egyik este beszélt. Ez volt a témakör. Mi atyánk ötödik kérelme. És kérdeztem, hogy valamit nem jól mondtam, nem pontosan magyaráztam? Épp az a baj, hogy nagyon pontosan magyarázta. Képzeld el, hazajöttem, 3 napig nem mertem elimádkozni a mi atyánkot. És kérdeztem tőle, hogy miért? Én nem tiltottam meg. Igen ám, ön nem tiltotta meg, de én 5 éve már nem beszélek a szomszédasszonya, mert összevesztem. És első nap még valahogy elmúlt. Majd utána a második nap már ideges voltam, mert naponta többször el szoktam imádkozni a mi atyánkot. 3. nap már elkezdtem kiabálni a férjemre is, és azt mondta a férjem, tudod mit? Rám ne kiabálj, mert megkapod a magadét, menj el, kérj bocsánatot, rendezd el a nézeteltérést a szomszédasszonnyal, és nem maradt más hátra, mint hogy fogtam magamat, összeszedtem bátorságomat, és megjelentem, képzelj el, milyen dobogó szívvel jelentem meg a konyhaajtóba. Amikor meglátott a szomszédasszony, egyszerűen neki is földbe gyökerezett a lába, én kinyitottam az ajtót, és azt mondtam, szomszédasszony, bocsásson meg nekem, 5 évvel ezelőtt én voltam az oka mindennek, és hogy összekaptunk, és én eljöttem bocsánatot kérni. Ő elindult felé, mint feléje, átoleltük egymást, és elkezdtünk sírni a mi butaságunkon. Hazajöttem, és nyugodt szívvel imádkoztam a mi atyánkot. Nagyon elgondolkodtató ez a kérelem. Jézus Krisztus nem véletlenül magyarázta a 7 kérelem közül csak ezt az egyetlen egyet. Jézus az összes kéréseket csak elmondja, egyet se magyaráz, de ezt magyarázza közvetlenül a mi atyánk befejezése után. Így olvassuk Máté evangélium 6.14-15. versét. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Nagyon egyértelmű és világos magyarázat. A gyerekeink, amikor kicsik voltak, 2 éves korukra mindegyik megtanulta fejből elmondani a mi atyánkot. De ezt a kérelmet rosszul tanulták meg. Azt mondták mindig, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk. Akkor melyik bocsánat kell, hogy történjen előbb? Isten bocsátja meg előbb a mi bűneinket? Vagy nekünk kell előbb megbocsátani a nézeteltéréseket, amik vannak, és csak utána bocsátja meg Isten a mi vétkeinket?
Ezt szeretném közelebbre hozni, és ezt szeretném ma este tisztázni a Biblia fényében. Kitől kell bocsánatot kérnem, ha én megsértettem az Istent, vagy megsértettem fel a barátomat? Először erre a kérdésre keressük a választ. Kitől kell bocsánatot kérnem, ha én megsértettem az Istent? Akkor kitől kell bocsánatot kérnem? Akkor Istentől is, csak Istentől kell bocsánatot kérnem. De kitől kell bocsánatot kérnem akkor, ha megsértettem fele barátomat? Akkor el kell mennem kihez? El kell mennem a fele barátomhoz. És a fele barátomtól kell bocsánatot kérni. Na most itt van egy pótkérdésem. Azzal el van minden rendezve, ha elmegyek fele barátomhoz és bocsánatot kérek tőle? Nem. Istenhez is el kell mennek. Istentől is bocsánatot kell kérni. De vajon miért? Azért, mert arra tanít bennünket Isten a Szentírásban, hogy aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Tehát amikor mi megsértjük embertársunkat, akkor ugyanakkor megsértjük az Istent is. És ha mi megsértünk valakit, akkor tőle kell bocsánatot kérni, és utána természetesen Istentől is bocsánatot kell kérni. Miért hangsúlyozza Jézus Krisztus olyan nagyon ezt a kérelmet, és miért annyira fontos? Az első nagy kérdés ott áll előttünk. Nehéz megbocsátani? Tudják, mint lelkésznek egyik szolgálatom az, hogy az embereket békítsem, amikor összevesznek. És tudják, hogy mi a legnagyobb probléma? Mindig azt mondja, hogy nem én vagyok az oka, nem én vagyok a hibás, hanem az a másik. És hogyha az eljön hozzám, és bocsánatot kér, akkor én is hajlandó vagyok bocsánatot kérni. De addig, amíg ő nem kér tőlem bocsánatot, hát ne várja azt, hogy én tőle bocsánatot kérek. Ez miért? Azért, mert odahaza is, a családon belül is nehéz kimondani azt, hogy én nem jól tettem. Van egy csodálatos magyar szó, és ezt csak magyarul lehet így elmondani. Egyszer majd elmagyarázom önöknek, hogy honnan ered ez a szép mondás magyar nyelven. Az ember hajlamos bűnbakot keresni. Mit? Bűnbak. Ismerés az a szó, nagyon gyakran használjuk. De hogy éppen miért bűnbakot, ez a fogalom, hogy bűnbak, ez a Bibliából ered. De most csak, mint szálló ígét említek, nehéz kimondani azt, hogy én vagyok. Ha valami nem sikerül, annak nincs gazdája. De a sikernek pedig ott van az ezer gazdája. De amikor rosszul tettem, akkor nem én tettem rosszul, hanem én azért ütöttem vissza, mert ő engemet megütött. Milyen megindoklás? Sok-sok mindent meg kellene még említeni ez mellett. Bűnös természetünk azt diktálja, hogy ne bocsássunk meg. Én alázkodjak meg? No, ezt már nem. Ha ő megalázkodik, utána én is hajlandó vagyok. Na, van egy másik nagy kérdés. Hányszor kell megbocsátani? Hányszor? Péter apostol egyik alkalommal a látott ige, Máté evangélium a 18 rész, 21-22. Versben oda megy Jézus Krisztus is, és feltesz egy kérdést. Azon a zárójelben hadd említsem meg, hogy a farizeusok azt tanították, hogy háromszor köteles minden ember naponta megbocsátani a másik embernek. Péter oda megy Jézus Krisztushoz, és ő felemeli, és azt mondja, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom az én fele barátomnak? Még hétszer is. Tehát nem azt mondta, hogy háromszor, ő felemelte még hétszer is. És Jézus Krisztus egy csodálatos választ adott, mondom néked, hogy nem hétszer, hanem 70-szer 7-szer, az pedig összesen 490-szer. Tehát hányszor kell naponta megbocsátani? Jézus Krisztus azt mondta, hogy mindig. Ő kimondta a 70-szer 7-et, az mi 490, de hogyha 500-szor vagy 600-szor sért meg bennünket valaki, akkor annyiszor kell megbocsátani. Ha
azt akarjuk, hogy Isten nekünk is megbocsásson. Kitől függ az, hogy Isten nekünk meg fog-e bocsátani? Istentől, vagy tőlünk? Tőlünk. Ezért annyira fontos ez a kérelem. A gyermekektől tanuljunk. Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmünket. Gyermekek, gyorsak a megbocsátásra. Emlékezzünk vissza gyerekkorunkba. Szabadkán jártam iskolába, 8-10 gyerek volt egy hatalmas udvarba, ahol laktam, és sokszor összerúgtuk a port. 8 lépcsőn kellett felmenni, még bementem a lakásba. De mire bementem, már az nyitott ablakon visszakiabáltam, hogy holnap majd folytatjuk tovább a játékot. Így szoktak megbocsátani a gyerekek? Emlékezzünk vissza. Csak mi felnőttek egészen másképp gondolkodunk. Ezért mondja Jézus Krisztus, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mehettek be menyeknek országába. Kedves ellenlevők, nem az a lényeg, hogy én tudjam ma este, hogy van itt közöttünk olyan valaki, aki haragszik valakire. Nem. Mi elveket tanulunk. Jézus Krisztusnak ezt a mi atyánk ima kérelmét tanuljuk. Szeretném, hogy ma ne csak megértsük ezt a hatalmas igazságot, hogy Isten akkor bocsátja meg a mi bűneinket, ha mi előbb megbocsátunk fel a barátunknak, hanem szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket abban, hogy bármikor az életben történik bármi, legyünk készek a megbocsátásra. Jézus Krisztusnak van egy gyönyörű tanácsa. Zsidóknak beszélt, ugye a zsidók az ő bűneikért állatot vittek áldozatul. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy te zsidó létedre, amikor áldozatot mutatsz be, és ott az oltárnál már ott jut eszedbe, hogy van valakinek valami panasza ellened, valakivel haragba vagy, valakit megsértettél, valakinek fájdalmat okoztál, akkor Jézus ezt mondja, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el elé, békélj meg a te atyád fiával, és azután vidd fel a te ajándékodat. Ezt a zsidóknak mondta, de ez az elv minden ember számára elv. Miért? Azért, mert addig mit ér, kedves ellenlevők, mit ér imádkozni a mi atyánkot, és elmondani, hogy bocsásd meg az én bűnömet úgy, hogy én is megbocsátom az ellenem vétkezőnek, és én nem vagyok hajlandó megbocsátani. Tehát, ha napközben megsértünk valakit, és este imádkozunk, és a haraggal a szívünkbe imádkozunk, Jézus Krisztus meg tudja hallgatni a mi imánkat. Ér valamit az az ima? Megy az tovább a mennyezetnél? Egyértelmű, hogy láthatjuk a Bibliában azt, hogy nem. Ezért fontos Jézus Krisztusnak ezeket az elveit, amiről ma este a Szentírásban számos igehely fényénél szeretném önöknek bemutatni. Azt mondja, hogy ne mutass be áldozatot addig, míg meg nem békülsz. Amikor megbékültél, az azt jelenti, hogy utána bemutathatod az áldozatot. Olvastam egy könyvben ugyanezt a szöveget, és erre a szövegre egy nagyon jó magyarázatot. Azt mondta a lelkész, aki írta ezt a könyvet, hogyha ott vagy az Isten tiszteleten, ott vagy a Biblia tanulmányzása, mint ma este is együtt vagyunk, és hogyha eszedbe jut az, hogy valakivel rendezetlen az életed, akkor amikor vége van az Isten tiszteletnek, a Biblia tanulmányzásnak, akkor ne menj haza, hanem menj el és előbb békülj meg. Hála Istennek ma van telefon, és ott van a technika, még a mobiltelefon, és mobiltelefon is fel tudjuk hívni, és azt mondjuk, hogy barátom, barátnőm, szomszédom, szomszédasszonyom, vagy nem tudom, legyen az bárki, kérlek téged, én megértettem ma a mi atyánk előadássorozaton, hogy mennyire fontos nekem megbocsátanom, mert csak Isten is akkor bocsát meg nekem, és ezért én hívlak, mondom, és kérlek, bocsáss meg. Ilyen az isteni szeretet. Korintus berekezírott első levél 13. rész 5. versében ezt olvassuk. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Ilyen az igazi szeretet. Nem viselkedik bántóan. De ha valaki bennünket megsértett, akkor milyen alkalomra várunk? Hogy visszaadjuk, de még púposan is. De legalább jobban, mint ahogy megbántott bennünket. Mit mond Isten a Szentírásban? Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem az a lényeg, hogy nekem jó legyen, hanem hogy másnak legyen jó. Nem az a fontos, hogy nekem, mint férnek jó legyen, az a fontos, hogy a feleségemnek jó legyen. Hadd mondjak el egy történetet. Fiatal leány férhez ment. Körülbelül egy évi házasság után megjelent a pszichiáternál, a lélekbúvárnál. Egy idős orvos volt, akinek elpanaszkodta, hogy képzelje el, doktor úr, én már több mint egy éve házasságban vagyok. És én nem kaptam meg a házasságban azt a szeretetet, amit én vártam. Hallgat egy darabig a professzor, végigméri a fiatal hölgyet, és azt mondja, hölgyem, a házasságban nem kapni kell a szeretetet. Adni. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Szoktunk néha haragra gerjedni? Akkor azt jelenti, hogy hiányzik az az igazi szeretet. Mert tudják, hogy hogy nevezik a görögök a haragot? Vagy minek nevezik? Múló őrültség. A görögök a haragot múló őrültségnek nevezik. És ez igaz. Miért? Azért, mert amikor valaki begurul, akkor mi jelenik meg a vérben? Az adrenalin. És tud az ember higgadtan, kimérten gondolkodni és ítéleteket hozni? Nem. Haragjában az emberek kimondanak olyan dolgokat, amit különben nem mondanának ki. Na de az igazi szeretet, itt az agapéról, az önzetlen, az isteni szeretetről van szó, amire Jézus Krisztus vágy, hogy minden benne hívő ember eljusson, és nem rója fel a gonoszt, vagy nem rója fel a rosszat. Hát ez borzasztó. Én nem tudom, hogy önöknek milyen tapasztalataik vannak, de én gyerekkoromban ismertem egy családot, soha nem fogom elfelejteni, amíg élek. Az apuka és az apa és a fia, ha összerúgták valamin a port, idősek voltak már kellően mindannyian, képesek voltak 10-20-25 évvel azelőtti sérelmeket egymás fejéhez verni. De ha megvan az igazi szeretet, mit mond a Szentírásban Isten? Nem rója fel mit? Az, hogy te pedig 10 évvel ezelőtt megsértettél, barátom. És ezt tudomásul kell, hogy vegyed. Szeretném, hogy ezt az életünknek ezt a formáját jól megértenénk a Szentírásból. Valaki elkezd bennünket sértegetni. Milyen lelki állapotban van az az ember, aki sérteget bennünket? Kiegyensúlyozott? Nem. Az az ember, aki elkezd ránk kiabálni, az bizonyos értelemben áldozat is. Természetes, van jogos megjegyzés, és van jogtalan megjegyzés. De ha valamit elmondunk valakinek, és az, akinek mondjuk, érzi, hogy mi szeretetből szólunk, vagy pedig haraggal mondjuk, van különbség. És lehet, hogy ezt a példát, amit elmondok, ezen el fognak mosolyodni, de amikor valamit meg kell mondani, nem mindegy, hogy hogy mondjuk meg. Cigányhoz kötődik. Azt mondta a cigány, hogy az ő kutyája pénteken nem eszi meg a szalonnát. Fogadtak. És amikor eljött a pénteki nap, ott volt a kutya, ott volt az, akivel fogadott, és ott volt az ember.
És letették a szalonnát. És a cigány ezt mondta, péntek van! És a kutya elólálkodott a szalonnától. Mi határozta meg? Hogy mondjuk ki azt, amit kimondunk? Ezért a nagy probléma a nézeteltéréseknél, hogy sokszor bolhából elefántot készítünk. Hát próbáljuk visszagondolni életünkben, hogy mind kezdtük el a nézeteltérést, és akkor mi van? Az egyik fölemeli a hangot, akkor a másik túlmegy rajta, akkor az is túlmegy rajta. És amikor már jól összevesztek, és jól kikiabálták magukat, és ha végül magukhoz térnek, akkor azt kérdezik, hogy honnan is indultunk el? Ne, ha a szeretet hagyja át a mi szívünket, akkor soha ne engedjük meg azt, amit most látunk magunk előtt. Hogyan viselkedik egy hívő ember, ha elkezd rá kiabálni? Én azt mondanám, hogyan kell, hogy viselkedjen egy keresztény ember? Mit lássunk abban az emberben, aki kiabál ránk? Talán szidalmaz, hamis dolgokkal vádol bennünket. És gondolkodjunk el, szegény, szerencsétlen embere, milyen lelkiállapotban van az, aki ordít a másikra? Nem kell azon segíteni? Ha én visszakiabálok ugyanolyan a hangnemben, mint amilyen hangnemben ő kiabál rám, akkor én mennyivel vagyok jobb? Kérem? Nem így szoktuk tenni? Ha te így, majd én megmutatom, hogy ki az úr a háznál, majd én oda csapok még az asztalra is, ha kell. Ha nem jelz. Ha valaki elkezd kiabálni, akkor próbáljunk segíteni rajta. Volt egy házas pár. Megegyeztek, amikor megházasodtak. Azt mondta a férj, drágám, amikor én hazaélek és félre van a kalapom, akkor tudd meg, hogy nagyon mérges vagyok, és akkor ne szólj hozzám. Legyél kedves. Akármit mondok, szépen reagáljál. És a feleség úgy is tette. De a feleség azt mondta, hogy tudod mit, drágám? Ha te hazajössz és látod, hogy az én kötényem nem jobbra van húzva, hanem balra, akkor tudod, hogy nagyon mérges vagyok. És akkor te is próbálj segíteni nekem. És valóban nagyon jól ment ez. Azon akkor történt a probléma, hogy az férj is hazajött félrevetett kalappal, meg az asszonynak is balra volt húzva a köténye. Segítsünk egymásnak jobb emberek lenni. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Hogyan? Miképpen mi is megbocsátunk. Kedves jelenlevők, lehet, hogy sok példát hozok az életből, de úgy érzem, hogy ez a kérelem leginkább beleszól mélyen a mi életünkbe. A veszekedéshez legalább minimum két emberre van szükség. Ha mi összeveszünk valakivel, akkor miért veszünk össze? Mert mi nem alkalmaztuk a Biblia jelvet. Nem fogadtuk meg Jézus tanácsát. Íme ez a csodálatos isteni elv. Ha mindent elfelejtünk ma este, csak ezt az egyetlen egy tanácsot szívleljük meg. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzzed le a rosszat. Mivel? Jóval. Ez legyen életelvünk. Ugyanebben a Rómabelekhez írott levél 12. fejezetében van még egy tanács. A ti jó cselekedeteitekkel elevenszenek, gyűjtsetek az ellenségetek fejére. Mivel? Jó cselekedeteitekkel. Nagyon röviden elmondok egy nagyon különleges tapasztalatot az életemből. Kúlán éltünk, volt egy szomszédunk, és a szomszédnak volt egy albérlője. Nem ismertem az albérlőt. Egyszer átjön hozzám az albérlő, és azt mondja, hogy hát szomszéd, akkor volt az 67-es, 8-as években, amikor jártak Csehszlovákiába, meg Lengyelországba buszokkal kereskedni, Bécsbe vásárolták a cuccot, és így tovább. És nem jött még meg a felesége a kereskedelmi útról, és azt mondja, hogy nincs mit adnom a lányomnak, adjon. És adtam neki, hát akkor nem tudom megmondani, hogy mennyi 1000 dinár. Megjött a felesége, visszahozta. Bizonyos idő elteltével megint kölcsönkért, akkor 1500-at. De akkor már tudtam, hogy ő a szomszéd, és a
Az utcának a másik felén volt egy kocsma, ami reggel 5 órakor nyitott, ő már 5:30-kor ott volt a kocsmában. És azt mondtam neki, hogy szomszéd, én szívesen adok. De ha magának minden reggel van pénze pálinkára, azért nem kellene először az ennivalóra gondolni. Jó, adjon azért, hogy ne hagyjon éhen a lányom. Adtam neki. Teltek, múltak a napok, a hetek és a hónapok, nem adta meg az 1500 dinárt. Az utcán találkoztam vele, elfordította a fejét. Lehet, hogy önökkel is történt már ilyen. Egy szép korai tavaszi napon megjelenik feketében egy asszony, épp délben, félegtájon otthon voltam, és beköszön, hogy dobri dzén. Hát néhány szót ruszinul én is tudok. Visszaválaszoltam neki, és elkezd gyorsan beszélni ruszinul, és nem értem. Mondja neki, ne haragudj, nem tudok olyan jól ruszinul, legyen szíves, beszéljen szerbül. És elmondja, hogy az ő férje felakasztotta magát, és senki sem akarja a lelkészek közül kullán eltemetni, és azt hallotta, hogy az adventista egyház eltemeti még a felakasztottakat is, meg akik felakasztották magukat is, és eltemetné, meg kérdezem, mikor van a temetése. Azt mondja, 2 órakor. És mondom, valóban senki nem tudja eltemetni. Jöjjön el, hogy ne vigyem ki az én férjemet, mint a kutyát. Ismerős ez a mondás. Elmentem. Akkor még háztól temettünk. Rengetegen összejöttek. Szegény asszony szomorúságában örömmel ment haza, hogy lesz lelkész, aki majd beszél a kopors felett, meg a sírnál is. Irányítottak be a legbelső szobába, és odállok az én adósom. Az fekszik a koporsóban. Tudják, hogy az az utolsó tiszteletet, amit arra az ember megadja. Tudják, hogy mi minden fordult meg az agyamban, amíg ott álltam az adósom koporsója mellett? Azért imádkoztam, hogy Istenem, segíts meg, hogy a tőlem telhető legszebben beszéljek ennek az embernek. A temetésén, akinek kölcsön adtam, nem adta vissza, és elforgatta fejét az utcán. Megtörtént a temetés, oda jön hozzám a feleség, és azt mondja, hogy legyen szíves, mondjam meg, hogy mennyit kell, hogy fizessen a temetésért. És mondja meg, hogy 1500 dinárral tartozott a férje. Mondta neked semmivel. A Bibliában nincs megírva, hogy pénzén kell temetni. Mit mond? Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Mondják, leszegényedtem én azért, hogy nem adta vissza az 1500 dinárt. Tegyünk jót, ne szűnjünk meg jót tenni. Tovább még egy néhány elvet. A sértegető rosszabb helyzetben van, akit sérteget. Segítsünk. Igaz, hogy nincs jogunk megsérteni a másikat, és őnek is nincs joga bennünket sértegetni, de próbáljunk segíteni rajta. Mert ő segítségre szorul, egy olyan lelkiállapotban van. Ő az áldozat, és az is, akit megbántott. Mind a kettő. Hogyan lehet ezt elérni? Hogyan lehet nem visszakiabálni, amikor valaki lekiabál? Hogyan lehet nem becsapni a másikat, mikor már 5-ször becsapott? Akkor, ha az 5. kérelmet a mi atyánkból éljük. Nem csak elimádkozzuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, hanem ezt gyakoroljuk. Ez az, amit első alkalomtól hangsúlyoztam. A mi atyánkot nem csak imádkozni kell. A mi atyánk szerint élni kell. Ugye, hogy így van? Ha Jézus lelkülete hatált bennünket, akkor nem csak meg tudunk bocsátani embertársainknak, hanem nem fogunk visszakiabálni, hanem jót teszünk, és éljük azt az életet, amit Jézus meghagyott. Isten szeretett bennünket, mikor még a mi bűneinkben szeretett bennünket bűnösöket? Kiért halt meg Jézus Krisztus? Az igazakért, vagy a bűnösekért? Tanított bennünket a jó élet elveire? Tanított bennünket arra Jézus Krisztus, hogy hogyan kell megbocsátani? De nem csak tanított. Miért imádkozik Jézus a kereszten,
Ott vannak a csúfolók, a gúnyolók, a megvetők, akik tervezték Jézus Krisztus keresztre feszítését. És hogyan imádkozik? Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Akkor miért hangzott el Jézus Krisztusnak ez az imája? Csak azért, hogy mi 2000 év távlatából mi is el tudjuk mondani fejből? Vagy ha bennünket valaki lekiabál, vagy becsap, akkor azt mondjuk, hogy atyám, bocsáss meg annak, aki lekiabált, aki becsapott, mert nem tudja, hogy mit cselekedett. Ezt jelenti élni a mi atyánkot. Jézus Krisztus példát mutatott. Miért halt meg Jézus Krisztus a kereszten? Azért, hogy mi papagájok legyünk keresztények, vagy éljük a krisztusi életmódot. Kedves ellenlevők, lehet, hogy ezek túl keményen hangzanak. De igaz? Jézus Krisztus azért halt meg, hogy megbocsáthassa mi bűneinket, de azért is meghalt, hogy mi kövessük az ő példáját mindenben. Hogyan bocsáthatja meg Isten azt a sok rosszat, amit elkövettünk már eddig az életünkben? Úgy gondolom, hogy ez is egy igen jogos kérdés. Jézusnak a bűn büntetését kellett elszenvedni. Mi a bűn büntetése? Talán ezt úgy tudjuk megérteni, először az igét hozom, Korintus 2. levél 5.21-ből, mert azt, tehát Jézusra utal, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mivé tette az Isten, az Atya Jézus Krisztust? Én arra kérem, hogy ezt az egy szót jól jegyezzük meg. Nem azt mondja az ige, hogy bűnössé, hanem mivé tette? Ez kettő között óriási a különbség. Azt, hogy Jézus Krisztus számára mit jelentett a halál a Golgotai kereszten, ezt mi soha megérteni teljesen nem tudjuk. Azonban az, ami borzalmassá tette Jézus Krisztusnak, a kínszenvedését a Golgotai kereszten az, hogy az Atya magára hagyta. Mi is volt Jézus Krisztus 7 szava közül az egyik? Én Istenem, miért hagytál el engem? Mi választotta el Jézus Krisztust az Atyától a Golgotai kereszten? Az önök és az én bűnem. Vagyis bűneink. És Jézus Krisztus ezt is vállalta. Bűnadósságunkat mi nem tudjuk lefizetni. Mi zarándokolhatunk. Mi milliószor elmondhatjuk a mi atyánkat, vagy a hiszekegyet, vagy bármilyen más imát. Nincsen más megoldás. A megoldást a mi bűneink bocsánatára csak Jézus Krisztus hozza. Valakire a mi bűnadósságunkat át kell hárítani, ez pedig Jézus és senki más. A mi bűnterhünket semmilyen ember, legyen bármilyen egyházi méltóságban. Biztos önök is hallották, hogy tegnap választották meg az új orosz és Moszkva pátriárkáját. Ő se tudja levenni rólunk a bűneinket. Csak az, aki meghalt helyettünk, ez Jézus. Jézus elmondott egy példázatot az adós szolgáról. Egyszer nagyon szeretném önökkel ezt a példázatot áttanulni. Jézus tudja megbocsátani. Így találjuk Péter apostol első levelében az első rész 18-19. Versében. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin a Krisztusén. Kedves ellenlevők, kinek a vérem moshatja le rólunk a mi bűneink sokaságát? Mire tanít bennünket Isten a Szentírásban? Kinek a vére? Jézusé, aki meghalt értünk a Golgotai kereszten. Elhisszük mi ezt? Ha ezt elhisszük, akkor Istennek valljuk meg bűneinket, ahogy a mi atyánkban Jézus tanít. Nem emberekhez megyünk bűnvallomást tenni.
Istenhez, bocsáss meg, atyám, a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azon a kedves jelenlevők, minden embernek a Földön kivétel nélkül két lehetősége van, nekünk is. Melyik az a két lehetőség? Ha elfogadjuk Jézus áldozatát, akkor megbocsátjuk fel a barátunknak, és Isten is megbocsát nekünk. Mikor? Melyik az első lépés? Miért olyan nehéz megbocsátani a másiknak a hibáját? Miért érezzük jól magunkat, hogy akkor érezzük jól magunkat, amikor jó oda tudjuk mondani a másiknak? Mit bizonyít ez? Hogy nem fogadtuk el Jézus Krisztus Golgotai áldozatát. De ha én valóban elfogadtam Jézus Krisztus személyes megváltónak, ha én nem csak hiszem, hanem mélyen meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért meghalt a Golgotai kereszten, akkor én kész leszek megbocsátani fel a barátomnak? Akkor igen, és Jézus is megbocsát nekünk. Azonban van az ellenpárja ennek. Ha nem bocsátunk meg fele barátunknak, akkor Isten sem bocsát meg nekünk. Mikor történik meg az, hogy valaki nem bocsát meg fele barátjának? Ez azt bizonyítja, hogy nem fogadta el Jézus Krisztus személyes megváltóját. Először is magunknak teszünk rosszat, ha nem bocsátunk meg. Így találjuk feljegyezve János első levelének 3. részében a 15. verset. Aki gyűlöli a testvérét, mind embergyilkos az. Kedves ellenlevők, sok embergyilkos jár itt a földön. Nincs is börtönbe. Nem is ítélik börtönre. Miért? Vagyis a gyűlölet mivel egyenlő? Pontosabban így. A gyilkossággal. És vannak emberek, hallottunk már ilyet, aki azt mondja, hogy látni nem bírom. Engemet ne hívjon fel többet. Vagy ha felhív, leteszem a telefont. Ezt megint csak magyarul lehet elmondani. Ezt a szót, hogy gyűlölet. Próbáljuk megoldani, hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet. Ezt egy nyelven sem lehet így elemezni, mint magyar nyelven. Hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet? Várom a választ. Még harmadszor is felteszem. Hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet? Na nézzük meg. Az első szó az, hogy gyűl. Volt már olyan, hogy valahol gennyes voltak a seb és gyűlt. Milyen érzés volt az? De ezt áttesszük bibliai szintre. Gyűl a harag. Megsértett tegnap, meg két héttel ezelőtt is, meg tavaly is, meg ma megint. Azután van egy másik szó is, hogy öl. És van egy harmadik szó is, hogy ölet. Vannak bérgyilkosok? De hogyha én gyűlölöm az én testvéremet, az én szomszédomat, akkor én mennyivel vagyok azoktól jobb? Nem ölöm meg. Talán rosszat se szólok neki, de Isten hogy néz rám? Óriási igazságok ezek. Ha meg nem bocsátok, Isten sem bocsát meg nekem. Újból szeretném hozni Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeitek, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves ellenlevők, szívünk vágya, hiszem mindannyiunknak, hogy Isten megbocsássa mi bűneinket. Így van? Ez a szívünk vágya? Ezért mondjuk a mi atyánkat? Ezért. Akkor kinek kell először, hogy megbocsásson? Először mi kell, hogy megbocsássunk. Mert aki másban kételkedik, az magában is kételkedni fog. Aki másnak nem tud megbocsátani, lassan magában sem tud megbocsátani. Azonban van egy óriási kérdés. Van-e jogom megtagadni a megbocsátást fel a barátomtól? Ezt szeretném részletezni. Eljön hozzánk az, aki megsértett bennünket, és azt mondja, Irén, József, Mária, Júlia vagy István, vagy Gyuri, vagy akárhogy nevezik, kérlek téged, bocsáss meg!
Képzeljék el, lelkészi szolgálatom alatt volt nem egyszer, amikor volt egy ilyen jelenet, és kimondta az, aki megsértette, annak, akit megsértett, bocsáss meg! Tudják, mi volt a válasz? Néhány esetben. Nem bocsátok meg, mert a te bűnbocsánat kérésed nem őszinte. Ezt soha ne tegyük. Soha. Nekünk nincs jogunk más indulatában, amit nem tudunk, csak az Isten tud vájkálni. Ha valaki eljön hozzánk, és azt mondja, hogy bocsáss meg, akkor mi mit tegyünk? Nagy előszeretettel valóságban bocsássunk meg. Valóban el lehet felejteni a rosszat? Bizonyára önök is ismerik ezt a kijelentést, hogy jó, jó, hát megbocsátani még valahogy megbocsátok, de felejteni soha. És kedvesen ellevők, nagyon sok ember nem érti meg azt az ígét, amit most hozok. Mikeás próféta könyve 7. rész 19. verse. Könyörül rajtuk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélyébe veted minden bűnünket. És kedves jelenlevők, Isten itt azt mondja, hogy ő tenger mélyébe veti minden bűnünket, ha mi megbocsátunk. Azonban nem azt jelenti ez az ige, hogy Isten el is felejti, mert akkor Isten feledéken Isten volna. Ezékiel próféta könyvében Isten világosan elmondja, ha bűnös megtér az ő útjáról és igazságot cselekszik, semmi bűne, amit a múltba elkövetett, nem fogom megemlíteni, mert bocsánatot kért. De ha az ember Istennek szolgál mondjuk rá 5 évig vagy 10 évig, és utána megint hátat fordít Istennek, és éli a maga bűnös életét, nem törődik Isten igazságával, akkor ugyanott úgy folytatja, hogy akkor minden bűnéért felelnie kell a bűnös embernek, amit egész életében elkövetett. Ez egy hatalmas vigasztalás, hiszen mindannyiunk számára, mert kedvesen a levők, az, hogy valaki bennünket tegnap megsértett, arra emlékezünk ma is. Igen. És az, ha valaki nagyon megsértett 1 évvel ezelőtt, emlékezünk ma is. Igen. Isten nem azt várja el tőlünk, hogy felejtsük el. Isten azt várja el tőlük, hogy bocsássunk meg. És itt szeretnék nagyon konkrét lenni. Na most mi bizonyítja azt? Veszem ezt a példát. A szomszéd engemet megsértett már 10-szer. Én mindig megbocsátottam. Mi bizonyítja azt, hogy én megbocsátottam? Azért veszem magamat szenvedő alanynak példagyanánt, hogy ne önöket példázzam. Tehát mi bizonyítja azt, hogy én valóban megbocsátottam a szomszédnak? Ha 11-szer is megsért, akkor nem kezdem fejéhez verni az elmúlt 10 sérelmet. Tetszik érteni? Az bizonyítja, hogy megbocsátottam. De ha engemet megsért, és én előszedem az összes múltat, hogy te ekkor is, meg ekkor is, akkor én megbocsátottam? Nem. Még egyszer nyomatékosan szeretném mondani. Jézus Krisztus arra tanít bennünket a mi atyánkban, hogy bocsássunk meg, hogy ő is megbocsáthasson, de nem arra, hogy nekünk kötelező elfelejteni. Szeretnék itt hozni ezt a kérdést újból felvetni, kit könnyebb szeretni, akit látunk, vagy akit nem látunk. Könnyebb szeretnünk azt, akit látunk? Hát nézzük meg. Mit mond Isten? János közönséges első levele, 4. rész, 20. verse. Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Megint azt mondom, hosszú lelkészi szolgálatom idején nagyon sok embert békítettem. És nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sok esetben Isten megsegített, hogy kibékültek az emberek.
És tudják, hogy a vallásos emberek mit mondanak el néha. Azt mondta nekem, nem egy ember, Faragó, én Istent szeretem úgy, hogy én kész vagyok ő érette életemet feláldozni. No, de ezt a szomszédot, ezt látni nem bírom. Hogy egyezik meg egy ilyen kijelentés Isten szavával? És akkor fordítsuk meg a dolgot. Miből tudjuk mi magunknak megállapítani azt, hogy mennyire szeretjük Istent? Miből tudjuk megállapítani? Itt van előttem. Azt mondja, hogy mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Akkor mi a mi Isten iránti szeretetünk fokmérője? Amilyen szeretettel szeretjük embertársunkat, ugyanolyan szeretettel szeretjük az Istent. Így mondja a Szentírás. Na most akkor, ha mi szeretjük az Istent, akkor kit fogunk szeretni? Embertársunkat. Embertársunkat. Szeretjük, ahogy Jézus Krisztus mondta, szeressétek ellenségeteket is. Jót tegyetek azokkal, akik gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Gyakoroljuk ezt az elvet, mert ez vezet célhoz. Újból előttünk áll ez a kép. Én, Isten és embertársam, vagy Isten, én és embertársam. Istenem, add, hogy tiszta szívből szeresselek téged. Ez a vágyunk. Isten segítsen meg, hogy tiszta szívből szeressük őt. Mert ha tiszta szívből szeressük az Istent, akkor ugyanolyan tiszta szívből szeretni fogunk itt embertársunkat. Kedves jelenlevők, még egy összefüggést szeretnék hozni. El lehet érni ezt, amiről most beszélek. Én arra törekszem az életemben, hogy minden emberben, bárhogyan viszonyul irántam, lássam azt az embert, akiért Jézus meghalt a Golgotai kereszten. És kedvesen a levék, ha Isten segítségével eljutunk erre a jellemszintre, hogy a másik emberben mi látjuk azt az embert, akiért Jézus meghalt, akkor mi szeretni fogjuk azt az embert. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Hogyan? Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ahogyan embertársaimat szeretem, úgy szeretem az Istent is. Isten úgy bocsát meg nekem, ahogyan én megbocsátok a fele barátomnak. Két képet látunk. Ha teljes szívből szeretjük az Istent, akkor megbocsátunk. Megbocsátunk. A megbocsátást nem kötjük semmilyen feltételhez. Ha te megváltozol, ha te többet nem teszed, akkor megbocsátok. De ha még egyszer, akkor vége mindennek. Kedvesen a levők, tudjuk mi azt, hogy hányszor szomorítottuk meg már Istent az életünkben? Nem? És elfogyott Istennek a türelme? Még mindig eltűr bennünket ilyen porszemeket bűnnel átitatott? Sarkainkkal együtt, jellemsarkosságunkkal, irigységünkkel, haragunkkal, gyűlöletünkkel, megvetésünkkel, sőt, még bosszúállásunkkal is eltűr? Akkor hogyan kell viszonyulni nekünk a másik emberhez? Atyánk, ahogy te megbocsátod, vagy ahogy mi megbocsátunk? Hogy is hangzik a kérlem? Atyás, úgy bocsásd meg a mi bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk. Van egynek ellenpár is sajnos. Ha a szeretetünk gyenge Isten iránt, akkor a haragot megtartjuk. Hogy lehet boldog életet élni, ha az első kép bal felüli képen vesszük alapul, vagy a jobb felüli képet? Hogy lehet boldog életet élni? Ha az elsőt veszük hitünk alapjául, vagy másikat? Kedvesen a levők, szívből kívánom. Ez az ötödik kérlem a mi atyánkból életünk részévé váljon. Imádkozzanak ezért. Én is szeretnék most imádkozni.
Segítsen meg bennünket a jó Isten, hogy megbocsássunk embertársainknak, hogy Isten is megbocsásson nekünk. Amen. Imádkozzunk. Drága jó édesatyánk, köszönjük a te végtelen jóságodat, szeretetedet és megbocsátó készségedet irántunk. Kérünk téged most is, jó atyánk, bocsáss meg minden gyarlóságunkat. Adj erőt, hogy soha semmilyen harag ne találjon táptalajt a mi szívünkben. Kérünk téged, Jézusunk, te lakozzál bennünk, hogy a te jóságod, a te türelmed, a te szereteted, a te megbocsátó készséged hassát egész jellemünket. Segíts meg, jó atyánk, tiszta szívvel lenni. Adj erőt, ha valaki megbánt bennünket, hogy mi továbbra is szeretettel legyünk, és jót tegyünk még ellenségeinknek is. Istenünk, mi tudjuk azt, hogy erre nincs erőnk, de bízunk benned, te megígérted. És segíts meg mindannyiunkat, hogy hátralevő keresztény életünkben, a mi atyánk 5. kérelmének lelkületében érjünk. Hogy ne csak mondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, hanem ez legyen életünk része. Ezt kértük, atyánk, te tőled, segíts meg ebben bennünket. Jézus Krisztusunk szent nevében kértük. Amen.